Brianson fő utca, ami visz fel a központba, vagy lazán egy 10%-ossal. Menjél, barátom, menjél már! Brianszoni várban járok. Óvárosban mondhatni. Miközben felkeresem majd a Laval völgyet, Laval turistaházat. Itt egyébként Brianszonban 5 vár erődítmény is van a környéken. Remélem majd sikerül mind lefilmezni akár egy helyről, de négy biztosan. Az ott a második. És abban az irányba vezet tovább majd az utam. Arra van egyébként Olaszország is. Ahova jó idő esetén szintén átkerekezek. Sestriere-be. A Brianszoni Várnegyed sétáló utcája. Nagyon jó meredek. Nem gondoltam volna, hogy itt is egy kerékpárosba ütközön egy híres olasz kerékpáros nevébe, Gino Bartalieva, itt a vár kapujában. Ilyen az igazság. Írják a győzelmét, ott a Giro d'Italia győzelmet, Tour de France-t is. Írják, hogy hány szakaszt nyert, és alul szerepel, hogy a Brianszonban háromszor is nyert. 38, 48 és 49-ben is. Hát igen, a kerékpározás. Hosszú lankás, kisforgalmú úton tekerek a Valle de Prés völgyben, a Prés völgyben, a Laval turistaház felé. Igazi emelkedő majd Nivása után kezdődik. Ez Nivása. Ez is a Laval turistaházhoz. Látszik néhány ház Nivás házaiból. Néhány háztető, a templom is. Hetes százalék a következő. Ahol a kékékből szeretnék többet. És elég repegupás az út. Hát már nem sok van hátra, még egy 6 kilométer ezen ebben a háborítatlan völgyben. Kilátás 1980 méterről. Ezek a hegyek szépek. Csak az a baj, hogy ez egész emelkedő. 30 km-en emelkedik. Tehát 600 méter szinte. Tehát nagyon gazdaságtalan, hogy így ezzel a szófordulattal éljek. Hosszú, unalmas az alja. Ezért a legvégén, ezért a pár kilométer szépségért. A 2000 méter
levál. Ide jöttem. Ez volt a cél. ...2030 méteren ebben a parkolóban van az aszfaltút vége. És én azt gondolom, hogy ez még akár a sziklamászó paradicsoma is lehet, mert elég jó alkoholgyek vannak. Ez pedig engem a Dolomitokban a Violettorium-ra emlékeztet, ahol alatt idén a Giro d'Italia is járt, a Rifugio Gardecchia, az visz fel alá. És visszatekintek az ajtán. Sok olyannak felére kirándulni, az látszik. Lavalt úgy azért, mint a bal oldalon volt. Ez 2015 méteren majd a kocsi út vége, az viszont itt van. Innen lehet jól körbe látni mindent. Egyébként ez egy gyönyörű kiránduló paradicsom. Tényleg nagyon fantasztikus itt a völgy vége, arról érkezik az út. Szebbnél szebb hegyek. Itt írja, hogy Laval 2000 méter. És a jobb oldalt ott látszik az a nagyobb, barna, szép kis házikó, az a turistaház. Viszont azon autók egyik, ami fél óránként erre körülbelül. Ott látszik a parkoló. Ott az van 2030 méteren, az az út vége. Szerintem búcsúzom. A biciklimet is elmutatom. Tényleg ott van. Megígértem, úgyhogy megmutatom az öt várat. Egy kettő látszik. Ez a harmadik. Sajnos történelmi részleteket nem tudok most elárulni. Nem néztem utána. Ez a fővár, amiben a város mag van. Épp az eső utáni felhőkkel és fényekkel, és végül itt van egy még fönt. Nem véletlen történelmi város Briançon,